Még mindig késnek a vonatok a Győr és Budapest közötti szakaszon. A homokzsákokat már elvitték, és a vasúti töltést is átvizsgálták. Így tegnap éjféltől megindulhatott a közlekedés Komárom és Almásfűzítő között. Viszont itt még csak a Dunától távolabbi vágányon 40 km/h sebességkorlátozással járhatnak a vonatok. Sokkal lassabban megy, sokkal lassabban, de hát nagy volt a víz. Nagy volt a víz, úgyhogy még ez is szép, hogy így egyáltalán van közlekedés. A Duna felé eső vágányt június 27-től használhatják a szerelvények, de szintén csökkentett 20 km/h sebességgel. Az ideiglenes sebességkorlátozások miatt átlagosan 20-40 perces késésekre lehet majd számítani. A pótlóbuszok kettől már nem közlekednek. Ott, ahol kimondottan ezek az árvíz problémák voltak, amiket bemondtak, ott igen, ott elméletileg 10-zel, tehát ez kilométerbe megadva, azt hiszem 10 km/h sebességgel. Az, hogy mennyit késnek, az változó, de jó sokat. Az Almásfűzítő Duna-Almás szakaszon mintegy 40 méteren mosta el a Duna a vasúti ágyazatot a sínek alól. Ennek a szakasznak a helyreállítása és a pálya állapotának vizsgálata a hétvégén fejeződött be.